estét kívánok mindenkinek! A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozójának gála műsorán. A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány bölcsője Szentgyörgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója volt, mely alkalomból 2012-ben több mint 1000 tudós érkezett Szegedre, hogy tiszteletét tegye Szegedváros korábbi Nobel-díjas kutatója Szentgyörgyi Albert munkássága előtt. Szentgyörgyi Albert az egyetlen olyan magyar tudós, aki itthon befejezett kutatásaiért vehette át 1937-ben a legrangosabb tudományos elismerést, 1940-41-ben egyetemünk rektora volt. Az alapítvány immáron 13. alkalommal rendezi meg Nobel-díjas találkozóját, és büszkén mondhatjuk el, hogy minden alkalommal tiszteletét tette nálunk Nobel-díjas tudós. Az idei rendezvény díszvendége Erwin Neher, német biofizikus, aki Nobel-díját 1991-ben Bert Sackmannal együtt a sejtek ioncsatornáinak működéséhez kapcsolódó felfedezéseiért és a fold feszültségzár patch-clamp méréstechnika kidolgozásáért kapta. We are very pleased to welcome Erwin Neher tonight. Thank you very much for coming to Szeged. Kérem, köszöntsék őt nagy tapsal. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy Bert Sackmann, német fiziológus, aki, ahogy az imént is említettem, 1991-ben kapott orvosi Nobel-díjat Erwin Neherrel együtt az egyedi ioncsatorna működésének vizsgálatáért, a patch-clamp technika felfedezéséért elvállalta a Szegedi Tudós Akadémia képzési igazgatója pozícióját. Bert Sackmann személyes okokból ma este sajnos nem tud velünk lenni. Hölgyeim és uraim! Az alapítvány rövid távú célkitűzése, hogy Magyarország fiataljai ne csak a nagy évfordulókon találkozhassanak a tudomány kiváló képviselőivel, hanem rendszeresen, évente legyen rá lehetőségük. Ezért nem meglepő, hogy a világhírű tudósok tehetséges fiatalokkal való találkozása, a sikeres kutatói pálya megismertetése alapküldetése az alapítványnak, mely Magyarországon egyedülállóként érte el, hogy ezek a találkozók évente többször is létrejöhessenek. Az alapítvány hosszú távú célkitűzése, hogy megteremtse Szegeden azokat a feltételeket, melyek segítségével újabb odaítélt Nobel-díjas kutatója lehet a városnak és Magyarországnak. E cél érdekében Klebersberg Kuno korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter stratégiáját kívánja követni, aki nélkül Magyarországnak és Szegednek nem lehetett volna Nobel-díjasa. Ezért az alapítvány legfőbb célja a kiváló kutatók, fiatal tehetségek Szegedre vonzásának, illetve itt tartásának elősegítése. Ennek keretében az alapítvány kuratóriuma megálmodta és életre hozta a Szegedi Tudós Akadémia programját, mely egy új típusú iskolarendszer, ami különböző szinteken jól felépített rendszerben vezeti végig az ifjú tehetségeket 20 éven át, hogy nemzetközi szinten egyedülálló tudományos tapasztalattal, akár már 36 éves korukra nemzetközileg elismert tudós kutató válhasson belőlük. A tudós-kutató nevelésben nemzetközi szinten elismert hazai és külföldi mentorok vesznek részt, köztük többen Nobel-díjasok. Kedves közönségünk, tisztelt vendégeink! A szervezők egy kulturális programmal is készültek az önök szórakoztatására. Szentgyörgyi Albert életpályájának mintájára, a tudomány és kultúra összekapcsolásának tudományos program mellett a magyar kultúra megjelenítésére is törekszik az alapítvány. Szegedre jellemző, hogy az egyetemi polgárok, talán Szentgyörgyi Albert gondolatait követve, aktívan kiveszik részüket a kultúra ápolásából. Ma este délalföldi Tiszavirág, a Békés Csabai Tabán Néptánc Együttes, a Szabadkai Juhász Zenekar és fiatal népművészek fognak közreműködni. A ma esti műsor koreográfusai és rendezői Tóth Gábor, Farkas Tamás és Hegyi Péter. Jó szórakozást kívánunk!
Mit csináltál? Táncoltam! És még? Megeleltem! Melyiket? Hát a nyúlcsát! A nyúlcsát? 1, 2, 3! Megmutat a legénynek! Thank you.
Isten fia, áldott Jézus, a világ megváltója, akinek az édesanyja szép virág, Szűz Mária. Két Isten nekünk rendelt, hogy a földünk köztünk legyen, s védjen minden bűneinkből, hogy örök éltünk legyen, s védjen minden bűneinkből, hogy örök éltünk legyen. Thank you.
mindenekben, legyen áldott ki ő az Úrnak nevében. Ha vagyon-e háznak tagjai közt István, annak a seregünk jó szerencsét kíván. Ha pedig vagyunk, kinek szent neve János, annak a boldogság ne legyen hiányos. S ha még ma is volna, akit bánat betegség érne, az Úr Jézus legyen mentő segítsége. Ezzel be is végzem üdvözlő szavamat, áldja meg a jó Isten a kedves hallgatókat. Amen. Thank you.
Szerencsédre maradtam meg.
tri, da! Come on!
Zörög az akácfa levén, nagy ecsedről fújja a szél. De zörög az akácfa levén, nagy ecsedről fújja a szél. Fújja a szél, lengeti, más babáját szereti, de szereti és elveszi, de fújja a szél, lengeti, más babáját szereti, de szereti és elveszi. De zörög az akácfa levél, nagy ecsedről fújja a szél. De zörög az akácfa levél, nagy ecsedről fújja a szél. Fújja a szél, lengeti, más babáját szereti, de szereti és elveszi. De fújja a szél, lengeti, más babáját szereti, de szereti és elveszi. Yeah.
Gratulálunk a művészeknek, azt gondolom, hogy megérdemelnek még egy hatalmas tapsot. Köszönjük szépen a kiváló előadást. Most felkérem a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány nevében Varró Andrást, a kuratórium elnökét, illetve díszvendégünket, Ervin Néert, hogy a szervezők ajándékát adják át a művészeknek. Kérem a díjazottakat, hogy nevük elhangzása után fáradjanak majd ki a színpadra. Goda Katalin és Tóth Gábor, a Tisza Virág Néptánc Együttes vezetői és az est koreográfusai. Farkas Ágnes és Farkas Tamás, a Tabán Néptánc Együttes vezetői és az est koreográfusai. A Juhász zenekart és az ő képviselőjüket, Juhász Gábort. Még egyszer az előadást és a felkészítést is. Hölgyeim és uraim! Az évente megrendezésre kerülő gálaműsorunk fénypontja az úgynevezett Szegedi Nobel-díj átadása szokott lenni. Megkérem a kollégákat, hogy hozzák a színpadra a díjat. Az alapítvány megalapította a Szent Györgyi Talentum díjat, melyet a Nobel-díjhoz hasonlóan egyszeri, kimagasló jelentőségű felfedezéséért lehet odaítélni olyan kutató számára, aki Szeged városában végzett kutatásaival kimagasló nemzetközi elismerést ért el. A nyertes személyéről minden évben Nobel-díjas kutatók és az alapítvány kuratóriuma közösen dönt. Hölgyeim és uraim! Az idei díjat Horváth Péter, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója nyerte el. A Nature Communications 2018. január 15-i számában megjelent közleményéért, melyben kollégáival együtt az intelligens képalapú egysejtes izolálás technikáját írták le. The Szent Györgyi Talent Award 2019 is awarded to Péter Horváth, the distinguished scientist of the Hungarian Academy of Sciences Biological Research Center, for his publication in Nature Communications on Intelligent Image-Based Single-Cell Isolation Technique. Gratulálunk! Szépen. El kell mondanom, hogy amiért ez a munka
Nagyon közel áll a szívemhez az talán az, hogy ez egy igazi szegedi munka. A Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem 5-6 kutatócsoportja segítségével, és elsőként szeretném megköszönni azoknak a kollégáimnak, együttműködő partnereknek, akik a díjazott pályamű és a publikáció létrehozásában segítettek. Legfőképpen szeretném köszönni a csoportomnak, akik éjszakánként, vasárnap éjjel ott voltak, segítettek, a családomnak a türelemért, kitartásért, támogatásért, és egy néhány éve már figyelem az alapítvány munkáját, és nagyon sok tehetséget látok, és azt gondolom, hogy a talentben nincsen hiány, és talán egyetlen egy útravalót tudnék nektek adni. Az elmúlt években jó néhány sikeres és kiváló kutatóval tudtam beszélgetni, és megkérdeztem, hogy mi a sikerük titka, és egy dolog egybe csengett. Azt mondták, hogy success goes to there, where there is patience. Az valami olyasmi, hogy a türelem rózsát terem. Vicceltem, nem ezt mondták. Azt mondták, hogy success goes to there, where you work your asses off, and you never give up. Azt hiszem, hogy ezt nem kell lefordítani. És talán azt tudom a kiválóságoknak mondani, hogy nagyon keményen dolgozzanak, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, és jó munkát mindenkinek! Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk! A Nobel-díjasok és tehetséges diákok gálaműsora és találkozója ezen el véget ért. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket részvételükkel, bízunk benne, hogy jól szórakoztak. Viszontlátásra!